can you feel it now? Tokiót hátrahagyván irány a Bullet Train, japán nevén a Shinkansen. Shinkansen. Skanzen. Mit szólnátok, hogyha ezen túl nem próbálnék szavakat kiejteni? Oké, vesztes csatát nem vívunk, a magyar tanult Mohácsból. Ez a vasút a világ legmegbízhatóbb járgánya. 320 km per órával megy, átlagban 24 másodpercet késve, és 50 plusz éve alatt egyetlen egy balesetet nem szenvedett benne utas. Ezek a számok pont 230 000%-kal csúszák körbe a magyar MÁV átlagot. Pont el is szégyeltem volna magam, de mellém ült egy csapat helyi, és rábontottak egy húgymeleg kőbányaira, úgyhogy csak nem külön sokkal ez a vonat, mint a MÁV. Vad vágtám után bekorcsolyáztunk Kyotóba. Rövid töri lecke, hogy megértsétek, hova érkeztünk. Kyotó neve konkrétan azt jelenti, hogy főváros, ami volt is 1000 évig. Kiemelt pozíciója meglátszik a város összetételén. Kyotó vallási és kulturális központ, a helyi buddhizmus allagvárosa. Minden japán igyekszik legalább egyszer eljutni ide életében. Egy kvázi kultúrmekka, és meg is tudom érteni, hogy miért. Tokió után ez a hely egy nagy lélegzetvételnyi friss lebegő. Az ember szeretve érzi magát, körbeveszi az erdő, apró templomokba suvickolja tisztára a morállapotát, minden csöndes és jó, és nem Tokió. Pont emiatt. Az előző három részben teleüvöltettem a fejetek mindenféle információval, ez a hely nem erről szól, így a videó sem szólhat erről. Ha éppen rohanásban vagy, akár a világban, akár a YouTube csatornák közt, ragd le ezt a videót, és térj vissza egy hányatatott nap után. Még lesz vicces rész a videóban, de addig is, most töltsétek el velem pár percet csendben, meditáljuk körbe Kyotót, vegyetek mély levegőket, és sétáljunk. Thank you.
Úgy, ahogy jól esett! Tudom, hogy neked is jó volt. Olyan jól éreztem magam, hogy még azon se döbbentem le, hogy átszellemült áhítattal bámultam két marék murvát, amit ezek zenkerteknek neveznek. Na most senkit se verjen át a szarkazmusom, a gondosan megkomponált kőkertek, melyek ebből a városból származnak amúgy eredetileg is, egyszerűen árasztják a testi-lelki nyugalmat, és kétszerűen lehetetlen lekamerázni a hatásukat. El kell hinnetek nekem, ez a sóder lélekmosóder. De nem tartott soká az áhítat, mert ahogy az egyik buddhista templom lépcsején toporogtam, befutott egy nagy csapat diplomata, egy nagy rakás feltételzem művésszel, két cosplayessel a szegedi pléjétről, és egy hatalmas fadobozzal. Ahogy ki tudtam venni, de japánosok javítsatok, egy új japán operát, ismertem nevén Kabukit, megígértem magamnak, hogy nem ejtem ki, és mégis... Kabuki opera premierjét jöttek kihirdetni. És találjátok ki! Találjátok ki, mi volt a dobozba zárva! Olvassátok el a címét a videónak, és bizony, egy lehetetlen hajú manga lány 3D hologramja integetett ki, és köszöngette meg az egybegyűlteket. Ez annyira japán. Tudom, hogy ebben az országban mindennek saját kabalállatot vagy kabalembert választanak, de érthetetlen élmény volt egy 300 éves templom aljában hallgatni a japán technót a kék hajú lánnyal szemezgetve. De végül is tudjátok mit? Ez Kyoto. Az ősrég mencsvára, ami mégis meg tud újulni, nem taszítja el magától a japán realitást, de azért kimenőben kimonóba öltözteti. Egy igazi kincs, felbecsülhetetlen csönd és lelki nyugtató. Örülök, hogy legalább egyszer az életetekben el tudtak vinni ide titeket is.